Jó estét kívánok mindenkinek! Az én funkcióm praktikusan az, hogy megköszönjem a hallgatóságnak, hogy végig ültétek velünk ezt a napot, és megköszönjem az előadóknak a szerintem rendkívül színvonalas és jó előadást. Ha a mai nap előadását végighallgatva, én nekem az a közös kifejezés jutott eszembe, és ezt emelném ki, hogy itt igazából minden a nagyon gyors változásról szólt. Ugye egy nagyon gyors változó környezetben vagyunk már csak azért is, mert ugye egy pandémiás helyzetbe kell helytállnunk egy olyan világban, ahol a mobil kommunikáció és az internet és az online tér az óriási szerepet kapott, és csak a saját bőrünkön tapasztalva a HT is megélte azt, hogy egy teljesen offline konferenciára készült, majd egy fél online konferenciára, és az utolsó pillanatban kénytelenek voltunk egy teljes online verzióra átállni. Tehát a változás sebessége nagyon gyors, és ugyanezt a változás sebességet érzékeltem ugye az üzleti modellekbe is. Ugye az 5G bevezetése kapcsán hallottunk arról, hogy toronyvállalatok jönnek létre, ugye ezeket nem nagyon tudtuk elképzelni néhány évvel ezelőtt, de az látszik, hogy másképp az infrastruktúrák és egyéb eszközök megosztása nélkül nem képzelhető el egy működőképes 5G hálózat építése jövőben. Ugyanígy az állam és a piacnál azt látjuk, hogy nagyon gyorsan kell átváltani a stratégiai elképzelésre a végrehajtási tevékenységre, és azok a két pólus, amit az állam és a piac képviselt, abban is látszik egy változás, hogy nagyon erősen kell támaszkodni az egyiknek a másikra ahhoz, hogy sikereket tudjon elérni. Ugye a DVB-T2-re való átállás maga a gyors átállásról, szóval ugye erről nem is kell kiegészítő mondatokat adni, és ugye az önvezető autók kapcsán minden nap újabb és újabb információt kapunk. Ugye számomra teljesen elképzelhetetlen volt korábban, hogy ebben az évben ugye több elektromos autót adnak el, mint dízelt. Ez olyan gyors változás, aminek a követése sokak számára nagyon nehéz. És ugye itt a 3G kapcsán is láttuk azt, hogy a felfutási trendek, ugye ahogy a G-k száma növekedett, egyre gyorsabbak voltak ezek a felfutások, tehát egyre kevesebb idő van a felkészülésre, egyre kevesebb információ áll rendelkezésünkre a piacról. Tehát a sebességhez való hozzászokás, azt gondolom, és a sebesség növekedése az, ami valamelyik számomra mindegyik előállásban tetten érhető volt. És azt gondolom, hogy a mai előadások abban segítettek, hogy felmérjük azt, hogy ma hol állunk, és a következő években hova keveredünk, és a mondjuk 5 év múlva hol lesz a Infocom 2025, miről fog tudni beszélni. Úgyhogy köszönöm szépen mindenkinek a kitartást, találkozunk holnapi nap. Ma ugye durván 150 fölötti hallgatóság volt még most, úgyhogy bízom benne, hogy a holnap is meg lesz ez az érdeklődés. Mindenkinek kellemes estét kívánok, jó éjszakát!